első kérdésem akkor az lenne, hogy szerint milyen események hatására indult meg a demokratikus kontroll kialakulása Magyarországon? Hát először is hozzá kell tennem, hogy kontroll, akár mondhatjuk úgy is, hogy civil kontroll, az mindig is volt a hadsereg felett, akkor ugye szűkítsük most a témát. A haderő a hadsereg felett, bármennyire furcsa is ez a kijelentésem, de ha belegondolunk, akkor a hadseregnek a irányításában, az előző rendszerben a Magyar Szocialista Munkáspárt bizonyos értelemben, bármennyire is furcsa, de egy civil kontrollt jelentett. Nagyon is benne volt a hadsereg életében a párt. Gyakorlatilag az az irányvonal érvényesült, amit ők diktáltak, és akkor nem akarok tovább menni, amit Moszkva diktált. Ez az én korszakomban, amikor én a hadseregbe már egyre magasabb beosztásokba kerültem, egy nagyon érdekes, furcsa valami volt, hát ez a késő Kádár korszak, mondjuk a 80-as esztendők, amikor már a diktatúra nem mutatta ki a éles fogait. Nyilvánvalóan a háttérben ott volt, hiszen erre is tudom most a 30 éves megemlékezéseken, hogy bizony még 88-ban is elvittek embereket, akik tüntettek, megvertek össze fiatalokat. De ez már másképpen nézett ki a hadseregben. És volt egy-két nagyon érdekes dolog, ilyenek, hogy demokratikus centralizmus. Hát a centralizmus akkor már nagyon nehéz a demokráciát is hozzá képzelni, de mi elfogadtuk ezt, sőt, lehet, hogy a demokrata szó miatt örültünk is ennek a kifejezésnek, és ennek voltak jelei. A hadsereg az mindig egy bizonyos értelemben zárt közösség. Különösen annak a tisztikara, amihez én is tartoztam. Én nekem ilyen értelemben rendkívül pozitívak a tapasztalataim. Én a 80-as évek elején Miskolcon kerültem magas beosztásba, nagyon fiatalok, 31 évesen egy kvázi hadosztályparancsnok helyettes beosztásba, ezt nehéz annak megmagyarázni, aki nem ismerte a régi haderő szervezést. Annyit mondanék, hogy az ország légvédelmiért felelős, a fél ország légvédelmiért felelős katonai szervezetnek voltam egy szakmai vezetője, és érdekes módon is itt biztos, hogy közrejátszik, aki a kontrollt gyakorolta a hadosztály párbizottságának, mert ilyesmi volt, a titkára, aki én szerintem egy bizonyos értelemben liberális felfogásban, ami akkor azért haladó valami volt a mi társadalmi viszonyaink között, nem úgy, mint manapság, de hát most ezt inkább hagyjuk, ne bonyolódjunk ebbe bele. Egy nagyobb szabadságot engedélyezett, egy olyan katonai vezetői közösség volt, ahol megvitattuk a kérdéseket. Mindenki elmondhatta, én is fiatal emberként, aki 15-20 évvel volt fiatalabb a többi vezető társamnál, és utána a parancsnok természetesen döntött, de sok esetben figyelembe vették nyilvánvaló azt is, amit én vagy mások is mondtak, és először úgy tűnt, hogy nem egyezik a többségnek a véleményével. Na de nem ez a lényeg, ugye az volt a kérdés, hogy minek a hatására, hát egyértelműen a rendszerváltásnak a hatására indult meg ez a fajta demokratizálódás, és nyilvánvalóan a hadseregbe is ez kellett, hogy jelentkezzem. Ugye a rendszerváltásról azt tudjuk, hogy egyértelműen gazdasági alapon bukott meg az a bizonyos előző rendszer, és hadd mondjam el, hogy mi a hadseregben szerintem nagyon sokan. Nem tudom, hogy erről van-e valamilyen kimutatás, de elenyésző százalék volt, aki nem fogadta el a rendszerváltást. Ugye ennek volt egy nagyon pregnáns pillanata, amikor új katonai esküt kellett letennünk, és én azt hiszem, hogy tisztikarnak is talán a 99%-a
az megértette a változást, és egyetértett, és letette ezt az esküt. Aki nem az, vagy elmenj nyugdíjba, hiszen azért voltak olyan kollégáink, akik túlszolgáltak, és a rendszerváltás pillanatában elmentek nyugdíjba, akkor voltak olyanok, akik a politikai testületeknek voltak a tagjai, azok közül is sokan elmentek, sokan maradtak. Érdekes módon, és megint csak az emberekkel kapcsolatos területekre kerültek, és bizony sokan helyt is álltak személyügyi vonalra. Tehát azért azt tudni kell, hogy a hadseregben mindig is voltak olyan szervek, szervezetek, amelyek a maradjunk akkor a civil kontrollnál, a civil kontrollt képviselték, ennek a lényegét terjesztették. Úgyhogy igen, sokan közülük személyügyi vonalra kerültek, és kiszolgálták az idejüket, és úgy mentek el később nyugállományba, de azt hiszem, hogy nem is talán ez a lényege itt a dolognak. Mivel van egy ilyen kérdés, hogy én hogy éltem ezt meg, én a mindennapok múlásával és egyre több információ, ami a médián keresztül jutott hozzám, dolgoztam fel, hadd mondjam el, hogy nem egyszerűen. Tehát azért azt el kell mondani, hogy azért az én korosztályom is bizonyos értelemben hitt abban a régi rendszerben. Ami nagyon egy érdekes dolog, mert magának az alapvetéseknek nincsen semmi probléma velük. A probléma abban van, hogy ugye mi gyarló emberek vagyunk, mint annyian, és hogyan dolgozzuk ezt fel, hogyan viszonyulunk ezekhez, és ez nem sikerül mindig, ahogy ezt a történelem bebizonyította, és akkor jön elő, hogy akkor valahogy ezt mégiscsak meg kéne valósítani, és akkor erre volt az előző rendszernek az eszköze a diktatúra. Hogy akkor is én megmondom, én tudom, hogy ez neked jó, és akármilyen áron is, de megmutatom, hogy igazunk lesz, és jó lesz, és akkor... Na, szóval ez, ami nem megy azért, mai napig sem, meg én nem tudom, sose fog menni talán. Van egy nagyon érdekes alapmű ezzel az egész problematikával, ön biztos ismeri Huntingtonnak a Katona és az állam. Most készülve erre a beszélgetésre én is belelapoztam, de én szerintem egy alapműnek tekintem a mi viszonyainkat illetőleg, tehát a civil társadalom, az állam és a katona szerepének a taglalását. És van abban valahol, valószínűleg nem szó szerint idézem, de az ragadt meg szinte a legjobban benne, hogy népek, az állam, teljesen mindegy, a saját maguk védelmére létrehozták a hadsereget, és ahogy létrehozták ezt a védelmi eszközt, a saját maguk védelmét szolgáló hadsereget, rögtön elkezdtek tartani is tőle. Nem akarom azt mondani, hogy félni tőlük, és ugye minden eszközt megragadtak, és ugye ezt akár civil kontrollnak is nevezhetjük, hogy a társadalomnak az érdekeit minden áron képviseljék a haderőben. Na most én ezt teljesen elfogadom, és azt mondjam el, igaz, hogy 1956-ban írta Huntington ezt a nagy ívű munkáját, de amik ott le vannak írva, mind a mai napig érvényesek, és megfigyelhetők. És én gondolom, hogy azok, akik mi nálunk is a hadsereg irányításában részt vettek, előbb-utóbb találkoztak ezekkel a gondolatokkal, vagy tudatosan, vagy egyszerűen rájöttek arra, hogy mi is itt ebben a egészben a lényeg. De menjünk tovább szerintem. Igen. Ön szerint milyen tényezők állítottak akadályt a civil kontroll kialakulására? Milyen kihívások ütközött ez a folyamat? Hát ugye ez egy állandó dolog. Tehát ezen dolgozni kell mind a két fél
részének is, tehát akkor a politikai oldalnak is, meg a katonáknak is, hogy ez sikerüljön, és ebben az egészben még valami nagyon belezavar, amit a mai napig lehet tapasztalni, és itt az, hogy a politikai téren, a politikai oldalon különböző világnézetű szervek, szervezetek vannak, hát itt elsősorban nyilván a pártokra gondolok, és akkor szűkítsük le a dolgot, tehát van a konzervatív oldal, és én úgy mondanám, hogy a liberális oldal. Én nem használom, én utálom a baloldal, jobboldal kifejezést használni, én inkább azt mondanám, hogy a konzervatív, tehát a hagyományokat tisztelő, a hagyományokat követő oldal, amely nyilvánvaló, hogy időről időre meg újul, és a másik, amely sajnos itt ki kell mondanom azt, a holnapra megforgatjuk az egész világot, mert valahol ezek a dolgok, ezek nagyon közös alapon működnek, ezt tapasztaltam és tapasztalom a mai napig. Az én korosztályomból gondolom nem egyedüli vagyok, akik folyamatosan megismerve ennek az egésznek valahogy a működését kicsit belelátva úgy gondoljuk, hogy inkább a konzervatív, a modern konzervatív eszme az, amely előre viszi a társadalmat. Magam, aki élt, dolgozott éveken keresztül az Egyesült Államokban, nagyon sok barátom van a mai napig. Tavaly jártam legutoljára novemberben, akkor voltak épp az időközi választások, ami egy külön érdekes történet volt. Tábornokomnak, aki Irakban volt a legmagasabb szakmai főnököm meghívására, rengeteget beszélgettünk. Én nem találkoztam még liberális felfogású gondolkodású amerikai katonával. Ezt ki kell, hogy jelentsem, lehet, hogy van, biztos, hogy van, de nem ez a jellemző, és nem ez a meghatározó. Tehát egy katona, aki a hazáját védi, nyilvánvaló, hogy olyan hagyományos, hagyománytisztelő eszmékkel kell, hogy rendelkezzen, amely mert ugye a hazánkat szolgáljuk, az országot, a hazáját előre viszi. Tehát itt ez egy zavaró dolog, és itt valahol arra is hadd térjek ki, hogy ez az elmúlt 30 esztendőben mindenféleképpen jelentkezett. Tehát ugye láttuk azt, hogy volt itt konzervatív, vagy akkor most használom mégis jobboldali vezetésű kormányzat, volt liberális szemléletű baloldali, és valahogy a hadseregnek ebben a összevisszaságban, ha lehet így mondani, és a helyén kellett lenni, és ugyanígy a katonai vezetőknek is. Talán mára, mintha konszolidálódna a dolog, és több az egyetértés a haderőnek az ügyeiben a civil társadalom és a katonai vezetés között, de hát azért furcsaságok előfordulnak. Egyetlen egy példát hadd mondjak, ami engem nagyon zavart. Ebben az esztendőben nem találván más nagy dolgot, itt szinte állandó téma volt egy időben, hogy milyen szállító repülőgép beszerzések történtek, hogy ezek a legfelsőbb politikai állami vezetőknek a szállítására vannak, és így tovább, és így tovább. Hát én azt hiszem, hogy itt a haderő vezetése részéről is van egy kis probléma, mert rosszul kommunikálták talán a dolgokat. Minden országban, minden államban a vezetőket általában a honvédség légierős alakulatainak a állományába tartozó repülőgépek szállítják. Én amikor a köztársasági elnök mellett szolgáltam magam, és próbáltam ebbe véleményt formálni, amikor a fülembe jutottak dolgok, hogy kívánságok, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne a felső vezetés részére szállító. Ez egy teljesen jogos dolog volt ez. Hát mi is repültünk a köztársasági elnökkel Párizsba,
állami látogatásra, és a hadsereg antípusú szállítógépével mentünk oda-vissza, ami hát nem a legkényelmesebb valami. Tehát ezek ilyen mondva csinált dolgok. Nem akarom a mostani helyzetet minősíteni, annyit ad mondjak, hogy tetszik az a törekvés, ami a honvédelmi miniszter részéről van, és az egész haderőnek a működését, technikai felszereltségét, egyebeket átgondolja. Hát reméljük, hogy ez ki fog tartani, és így fog a továbbiakban is működni. Menjünk tovább. Köszönöm szépen. Milyen szerepet játszott a civil kontroll addigra kialakult rendszere a taxis sztrájk kezelésében? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, megmondom. De volt egy köztársasági elnökünk, akit úgy hívtak, hogy Dönc Árpád. Az, hogy nem eszkalálódott ez a szörnyű dolog, ami volt, én is átéltem, éppen ügyeletes parancsnoki beosztásban is voltam. Ez Gönc Árpádnak tudható be, hiszen ő volt a hadseregnek a főparancsnoka. Na most ez egy nagyon érdekes volt, és ez a taxis blokkádos kérdés is azért érdekes, ez egy kis visszaemlékezés inkább, mert nem volt igazán letisztázva, hogy milyen hatásköre, jogköre, beleszólási lehetősége van a köztársasági elnöknek. Azóta ez szépen letisztázott, semmilyen gyakorlatilag mára, és ebben majd akkor én kitérnék az én dolgomra, és amit tapasztaltam a akkori köztársasági elnök mellett, ez a Gönc Árpádot követő Máth Ferenc idején volt. Tehát ő határozottan amellett állt ki és kardoskodott, hogy nem lehet a haderőt bevetni. Ez fantasztikusan jó döntés volt, mert ki tudja, hogy mi lett volna. Tehát egy addig viszonylag békésen lezajlott rendszerváltásban mit okozott volna az, hogyha a katonák erőszakosan beavatkoznak ebbe a folyamatba, ami hát nem volt egy jó dolog, mert ki tudja pontosan, hogy kik és mik álltak az események mögött. Ugye csak úgy visszaemlékezésként egy jelentősebb, akkor nem is tudom, talán akkor 8 forint, tehát még kiejten is rossz ezt az egészet. Benzináremelés következett be, ami nyilvánvalóan a taxisokat negatívan érintette, és ez robbantotta ki azt, ami következett, hogy gyakorlatilag lezárták a városokat, nem csak Budapestet, hanem vidéki városokat is. Én Veszprémben szolgáltam akkor, tehát tudom, hogy se kisebbe volt olyan, hogy ki kellett menni, akkor terepjáróval a szántóföldeken kellett közlekedni. De hát erre nyilvánvalóan nem az volt, és meg is találták a végén a megoldást, a megfelelő, hogy most akkor oda menjünk katonákkal, és széthúzogassuk, szétlögdössük a taxikat, amik elzárták az utakat. Tehát ez is egy példája volt tulajdonképpen annak, hogy a civil kontrollnak hogyan kellene, hogyan lenne jó, hogy működjön. Ez egy Gönc Árpád az szerette a katonákat, ő maga is az volt a II. Világháborúban szolgált, méghozzá az ellenállás oldalán. Ezt mi érzékeltük és örültünk is neki. Tehát nem mindegy az, hogy a legfelső polcon álló hadsereg főparancsnoka, fegyveres erők, akkor még ugye kettő volt a határőrséggel együtt, főparancsnok, ahogyan viszonyul a katonáknál. Márk Ferenc, és elnézést a kritikáért, alkatánál fogva egy tudós ember volt, egy professzor volt, mint hogyha őt nem érdekelték volna annyira a katonaság kérdései. Én eléggé negatívan élem meg a mai napig, most már lassan 30 éve azt, hogy rövid ideig tartó szolgálatom mellette, mint katonai ügyekért felelős. Próbáltam, tehát talán ez volt a hibám, hogy,
hogy nem kellett volna ezt megtenni, hogy, hogy hát ugye a hatalmi ágoknak az elkülönítésében különleges szerepe van magának a köztársasági elnöknek is. Én írtam is akkor egy tanulmányt, erről felkérte arról, hogy írjam meg, hogy mik az ő feladatai és kötelességei, kötelezettségei a haderővel kapcsolatban. Hát sokat találtam. Most már így nem tudom pontosan, hogy a jelenlegi alkotmány hogy rögzíti ezt, de hogyha nem is közvetlen módon, de közvetett módon, igenis az államelnöknek, köztársasági elnöknek nagyon nagy beleszólási lehetőség van. Beleszólási és nem döntési. De ha egyszer az ország első embere felemeli valamiben a szavát, akkor nyilvánvalóan annak hatása kell legyen akkor is, hogyha csak informálisan szólhat bele a dolgokba. Én voltam az, aki időről időre a Parlament Honvédelmi Bizottságának az ülésén képviseltem, ezt részt vettem. Nyilvánvalóan én nem szóltam bele a ott elhangzottakba, referáltam ezekről a dolgokról, de én azt tapasztaltam és úgy éreztem, hogy nem tartja ezt szükségesnek. Érdekes a köztársasági elnököknek ilyen értelemben való szerepe, mert ha most a mostanit veszük, az Áder Jánost, akit rendkívül tisztelt, ő megtalálja ezzel a víz problémával, környezeti dolgokkal kapcsolatosan nagyon helyesen, nagyon jól és eredményesen a helyét, szerepét. Azt nem tudom. Van mellette egy tábornoki rendfokozatban lévő ember, hogy mennyire foglalkozik ő ezekkel a kérdésekkel, de nagy affinitást mondom egyik részéről sem, kivétel talán, és ezért jó ez a taxis blokádnak a példája, a Göncz Árpádot illetőleg. Ennyit erről. Utaltam már erre, ez egy állandóan változó, világban változó kérdés. Én azt hiszem, hogy mintha manapság nem érzékelnék, hát most már én is újságolvasó és televízió néző ember vagyok, nem érzékelek én nagy problémákat. Ugye itt utaltam néhány olyan az ellenzék oldaláról felelhető dolgra, ami szerintem már probléma. Jó lenne, hogyha ebben, ugye most már 30 év után azért most már okosabbunk, tanultunk sokat, kialakulna egy bizonyos fajta konszenzus. Azt el kell, hogy mondjam, mert sokan úgy tekintenek a katonaságra, mint valami mumusra. A határozott véleményem az, hogy a katonák a rendszerváltásokban, mondjuk akkor így talán a hatalom megragadásában önállóan sohasem vállaltak szerepet. Tehát ott, ahol katonai puccsot mondjuk ki, akartak csinálni, és emögött nem álltak jelentős erők, gazdaság és politikai erők, ott ez igazándiból nem sikerült. Én visszaemlékszem a 70-es esztendőkre Spanyolországba, amikor egy alezredes kivont pisztolyával a parlamentbe megpróbált egy katonai puccsot végrehajtani, és akkor János Károly király milyen határozottan és férfiasan kiállt, és hát megújjusult nyilvánvalóan. Tehát minden esetben az inspiráció az a háttérből, civilek részéről, akkor hadd mondjam, hogy kijött. Tehát önmagukban a katonák erre nem képesek, meg józanul gondolkodó ember nem is fogja ember bele. Na most azt még el szeretném mondani mindenféleképpen, hogy az elmúlt 30 esztendőben mind a két oldal, a politikai oldal is, meg a katonák is sokat tanultak. Sokat tanultak, és talán az, hogy én most nem érzékelek nagyon nagy problémákat, ennek is köszönhető, hogy okosodtunk. Hát akkor, amikor 89-90-ben a rendszerváltás megtörtént, tehát nyilvánvalóan a hatalomba újonnan bekerültek részéről nem sok minden tudomások volt a hadseregről, esetleg azon keresztül, hogy sorkatonák voltak, és ne adj Isten olyan helyen szolgáltak, ahol negatív
élményeket szereztek, ez befolyásolta, ez motiválta őket. A katonák részéről sem, mert igaz, hogy 97-98%-a tiszti karnak Magyar Szocialista Munkáspártnak a tagja volt, de hát ez is egy érdekes viszony volt, mert nem nagy politikai kérdéseket oldottunk meg a hadseregben, hanem még egy úgynevezett pártaggyűlésen is arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a szakmai munkát, amit végeztünk, különben jobban csinálni. Tehát ez egy nagyon furcsa, nagyon érdekes élet volt. Azért is mondom, hogy jó lenne, hogyha több oldalról is a múltat ilyen értelemben megvizsgálnák, még addig, amíg mi vagyunk és el tudjuk ezeket mondani, mert nagyon sok érdekes dolgot lehetne tapasztalni. És mi katonák is tanultunk, rengetegen végeztünk, szolgáltunk külföldön, ahogy említettem is, nekem igen sok amerikai katona ismerősöm volt, nyilvánvalóan magánbeszélgetések során nagyon sok minden elhangzott, és ebből az ember próbálta kiszűrni a maga részéről és a lényeket. Annyit van mondjak el, hogy nekem az a három esztendő, szűk három esztendő, amit az Egyesült Államokban töltöttem, mint hazánk igazándiból első NATO tisztje Norfolkban, az ottani főparancsnokságban, ahol a mai napig szolgálnak kollégáim, az adta meg azt a változást bennem, ami a hadsereg, politika, az én szerepem, mert igaz, hogy nem vagyunk, nem lehetünk, és nem is kell, hogy pártoknak a tagjai legyünk, de mindenkiben van világnézet. Akiben nincs világnézet, az baj, az veszélyes ember. Tehát a világ dolgairól kell, hogy felfogásunk legyen. Na ezért utaltam én arra, hogy én még liberális gondolkodású katonával nem találkoztam. Sőt, nagyon szűk körben emlékezetes, hogy a 90-es esztendőkben Bill Clinton volt az Egyesült Államoknak az elnöke. Hadd mondjam el, hogy amikor már a második viszkin túl voltunk baráti beszélgetésen otthon, akkor előjött mindig az, hogy a szívük legmélyén elfogadják nyilvánvalóan, mert ő az államnak az elnöke, ha ténylegesen a katonaságnak a legfőbb parancsnoka, de nem szerették. Nem szerették. Éppen azért, mert olyan dolgok voltak a múltjában, ugye például Vietnámban nem ment el, nem szolgált, amelyek egy katona számára értelmezhetetlenek. Én is már 55 éves voltam, majdnem ért a megszólítás, hogy menjek ki Irakba. Nehéz volt, egy esztendőn keresztül voltam kint, de annyit hadd mondjak el, hogy életemnek talán a legmeghatározóbb esztendője volt, és amire én készültem, amit én tanultam, az alatt az egy esztendő alatt talán sikerült is bebizonyítanom.